Csőposta rendszer a kórházban. Jelentősen lerövidült a kórházi minták szállításának időtartama. Bölcsődei férőhelyek. A nyírbátori térségben 8 bölcsőde épül egy terület és település fejlesztési operatív pályázatnak köszönhetően. Tiszpol. Gyorshajtókat szűrtek a rendőrök az ország útjain. Egy hét alatt közel 10 000 autóst fogtak meg. A Nyíregyházi József András oktatókórházban építették ki Magyarországon elsők között a csőposta rendszert. A Kölcsey televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A technika több mint 200 millió forintból épült ki, és az intézmény valamennyi épületét összeköti. A rendszer június óta minimális hibával működik élesben, közel 2000 egészségügyi dolgozó segítségével. Az 1970-es években Angliában már működtek laboratóriumok csőrendszer segítségével, a posták pedig még korábban elkezdték alkalmazni a rendszert. Az utóbbi években annyira megnőtt a betegvizsgálatok száma a magyar kórházakban, hogy indokolttá vált a rendszer kiépítése itt is. A több mint 3 kilométer hosszú csőposta segítségével lerövidül a minták laborba érkezésének ideje, gyorsabb és hatékonyabb a terápia, a diagnózis felállítása és a monitorozás is. Aki járt már a József András kórházban, azért ott relatíven nagy területet és magasságokat kell sokszor bejárni. Ugye az sebészeti tömb első emeletén van a központi laboratórium, és a többi említett laboratórium meg megint más épületekben. És ez idő eltelt azzal, hogy egyáltalán a laboratórium észlelje azt, hogy vizsgált kérése van, mert abban a pillanatban észleli csak a laboratórium a jelen informatikai rendszer mellett azt, hogy vizsgált kérése érkezik hozzá, hogy megérkezik az a cső, amin azonosító jelek vannak, és ez alapján keresi meg a laboratórium az informatikai rendszerben, hogy milyen vizsgálatokat kértek tőle, ettől a betegtől, és mennyire gyorsan. Tehát eddig korábban, június előtt ez így zajlott, és ez bizony igénybe vehetett akár 40-50 percet, sőt, mi sokszor láttuk, hogy akár órákat is, hiszen az az eljáró, akinek a mintát a laborba kellett hozni, esetleg az is feladata volt, hogy adjon le egy rendelést a műszaki osztályon, vagy az is feladata volt, hogy egy beteget kísérjen át a röntgenre, vagy kísérjen vissza egy fekvő beteg osztályra. Jelenleg a legtávolabbi ponton feladva a vizsgálati kérést a korábbi egy óra helyett maximum 15 perc alatt az a laborba jut. Ez azt jelenti, hogy a közel 60 küldő és fogadó állomásokról 35 km/h sebességgel haladnak a kapszulák. Most a harmadik hónap, hogy megy ez a csőposta rendszer a kórházunkban. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a bizonyos, úgy hívják angolul, turnaround time, és ezt szokták a laboratóriumoknak egy minőségi indikátorának jelezni. Ez azt jelenti, hogy a laboratóriumban való mintaérkezés és az eredményadás között eltelő idő az, aminek nagyon rövidnek kell lenni. És ezeket az időket a mai világban már kezdik kiszélesíteni az osztályon való mintafeladás és eredményadás közt eltelő időig, de még nincsenek számaink arra, hogy ez mennyivel rövidíti, egészen biztosan érdemben rövidíti azt, hogy ez az idő mennyi lesz, mivel a laboratóriumon belüli analitikai idő és feldolgozási folyamatok csak gyorsultak, vagy szóval nem változtak ennek hatására. A József András Oktatókórházban 28 fekvőbetegosztály, közel 200 különböző ambulancia üzemel, ahol több mint 7 millió vizsgálatot végeznek el évente. Ez naponta 2500 beteget jelent, ezzel az ország legnagyobb laboratóriuma a nyíregyházi. Ezért is volt szükséges, hogy a közel 2000 szakdolgozó elsajátítsa a 207 millió forintos csőposta rendszer működését és használatát. A tervek szerint 2020-ig további 20 000 bölcsődei férőhelyet alakít ki a kormány. 2010-hez képest 28 000-rel nőtt a férőhelyek száma, jelenleg ez közel 50 000-et jelent. A nyírbátori térségben 8 bölcsőde épül egy terület és település fejlesztési operatív pályázatnak köszönhetően. A kormány az iskolás gyermekek családjait is támogatja, ebben az évben közel 30 000 tanszercsomagot osztanak ki a rászorulók között. A két hete bejelentett havi legfeljebb 40 000 forintos bölcsődei támogatást már több mint 500-an igényelték. Ezt a támogatást azok a családok kaphatják, amelyek 20 hetesnél idősebb gyereküket helyhiány miatt nem tudják államilag finanszírozott bölcsődében elhelyezni. Ezért a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi szolgáltatást kell igénybe venniük.
A kormány tervei szerint a következő 3 évben mintegy 10 000 bölcsődei férőhelyet tudnak támogatni a rendelkezésre álló uniós forrásból. A tervek szerint 2020-ig további 20 000 bölcsődei férőhelyet alakít ki a kormány. 2010-hez képest 28 000-rel nőtt a férőhelyek száma, jelenleg ez közel 50 000. Ez is része a kormány 7 pontos családvédelmi akciótervének. A 6. az a bölcsőde fejlesztési program. Isten igazából a körzetünk ebben érintett és jeleskedik. Úgy gondolom, hogy nem csak a nagyvárosok privilégiuma bölcsőde, hanem a kis településeknek is lehetőséget kell adni, hogy bölcsődei férőhelyeket teremtsenek. Erre jó példa a választókerületünk, ahol 8 új bölcsőde fog épülni a közeljövőben. Ezek mind 10 000 fő alatti településeken fognak létesülni. Az egyik ilyen bölcsőde, amit múlt hónapban adtak át Nyírbogáton, ez egy 24 férőhelyes intézmény, de a jelentkezők száma már a 30-at is meghaladta a településen. Többek között elkészült Piricsén is egy bölcsőde, Nyírvasváriban pedig épül egy új intézmény. A választókerületben bölcsőde épül még Balkányban. Ez az egyedüli 3 csoportos bölcsőde létesítmény. Biriben pedig egy csoportos bölcsőde fog létesülni. Én nagyon remélem, hogy ezt az első fázist követni fogja egy második. A meghirdetés ennek a programnak már meg is történt, hiszen a területfejlesztési operatív program az lehetőséget adott pályázat benyújtására. Éltek is az önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek ezzel a lehetőséggel, és jócskán túlpályázták a megyei 5 milliárd forintos keretet. A kormány az iskoláskorú gyermekek családját is segíti. Az iskolakezdés miatt augusztus végéig mintegy 1,2 millió család megkapja a szeptemberben esedékes családtámogatásokat, így a családi pótlékot, a gyermekgondozás segítő ellátást, illetve a gyermeknevelési támogatást. A Klebersberg központ segítségével pedig több mint 30 000 tanszercsomagot osztanak ki a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Az összesen 198 millió forint értékű csomagokat 554 állami és 98 egyéb fenntartású intézményekbe juttatják el. Nyíregyháza a jelenlegi polgármesterét indítja az októberi választáson a Fidesz-KDNP. Kovács Ferenc sikeresnek ítélte az elmúlt 2 ciklus 9 évét a csütörtöki sajtótájékoztatón. Kiemelte, az első 3 év után kilábalt a város a pénzügyi csődből. 6 éve nincs Nyíregyháza költségvetésében hiány. Ennek is köszönhető, hogy számtalan fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt években, intézmények korszerűsödtek és utak épültek, valamint a turisztikai beruházásokra is nagy hangsúlyt fektettek. Ehhez azonban szükség van egy átgondolt pénzügyi gazdálkodásra és stabil csapatra, tette hozzá Kovács Ferenc. 15 egyéni körzetből 12 helyen ugyanaz a képviselő jelöltünk, ugyanaz a személy, aki jelenleg is képviselő. Itt csak a 3-at említem, 3 helyen van változás. Dr. Weiss Katalin képviselőasszony már nem vállalta a következő ciklust, Nagy Szabin az ő ajánlására Józsavárosban a képviselőjelöltünk, a Himesben Szenti Tibor úr, a Kertvárosban pedig Agna Csaba úr. Tehát ez a 3 új emberünk, ha lehet így mondani, akivel neki kezdünk az önkormányzati választási kampánynak, és én azt remélem, hogy mind a 15 körzetben komoly esélyünk van arra, hogy elnyerjük a nyíregyházak bizalmát. Egy hét alatt közel 10 000 gyors hajtót fogtak a rendőrök az ország útjain. Az európai szintű TISZPOL ellenőrzés kimondottan az ő kiszűrésükre irányult. Szükség is van ezekre az akciókra. A statisztikák szerint ugyanis a közutak legfőbb gyilkosa a megengedett sebesség túllépése. Sűrűn kattogtak a rendőrség kamerája az elmúlt napokban. Augusztus 12-től 18-áig zajlott a TISZPOL Speed elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés. A célkeresztbe a gyorshajtók kerültek, a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművekre fókuszáltak az egyenruhások. Az egyhetes razzia során összesen 9778 gépjármű vezető sebesség túllépését dokumentálták, akik bírságra vagy eljárásra számíthatnak.
megyékben is sok szágoldozó akadt fenn az ellenőrzésen. Kollégáim az akció időtartam alatt 344 jogsértést regisztráltak sebességtúllépés miatt. Ebből a 344 jogsértésből a helyszínen már rögtön meg is állítottak 286 járművezetőt, akik ott a helyszínen megkapták a büntetésüket, szabálysértési eljárást kezdeményeztek ellenük, illetve helyszínbírságot szabtak ki, vagy pedig közigazgatási bírságot. A gyorshajtók felelőtlen magatartásukkal ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, melynek hossza a sebességgel négyzetesen arányos. Ez a valóságban azt jelenti, hogy ha 50 km per órával haladunk lakott területen belül, akkor a fékezéstől 13 méter kell körülbelül, hogy megállítsuk a járművünket. Nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy valaki 60 km per órával haladjon, ekkor a fékút 19 méterre nő. Ugye önmagában megint a 6 méter az ugye nem olyan nagy távolság. Azonban, hogyha valaki elgondolkozik és belegondol abba, hogy egy gyalogátkelőhely mondjuk egy 6 méter, nem tud megállni a gyalogátkelőhely előtt, csak 6 méterrel utána, és a gyalogátkelőhelyen közlekedő gyalogosokat veszélyezteti, esetleg elüti, elsodorja, az már igazi tragédia. A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás okozza a legtöbb halálos balesetet az utakon. Ezért ellenőrzésekkel és figyelemfelhívó kampányokkal küzdenek, azért, hogy minél többen közlekedjenek szabályosan és minél kevesebben szenvedjenek balesetet, útja után pedig mindenki épségben hazaérjen. Eltérően változnak péntektől az üzemanyagárak. A benzin literenkénti ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj ára viszont bruttó 3 forinttal emelkedik literenként. Így 1 liter benzin átlagosan 374 forintba, 1 liter gázolaj pedig 393 forintba kerül majd a kutakon. Továbbra is igaz, hogy a töltőállomások között akár 50 forintos különbség is előfordulhat, ezért érdemes figyelmesen megválasztani a tankolás helyét. Legkésőbb péntekig minden választópolgár megkapja az októberi választásról szóló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda másfél hete kezdte meg a névre szóló küldemények postázását. Ezekben az NVI arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy benne vannak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzékében, és melyik szavazókörben élhetnek választójukkal. Amint egy 8 millió választópolgárnak legkésőbb pénteken postázzák az értesítőt. Ha valaki nem kapja meg, akkor a jegyzőnél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az október 13-ai választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt. 50 lovas érkezik a 16. nyíregyházi huszár találkozóra. Augusztus 24-én a hagyományokhoz híven a József András Múzeumnál lesz a gyülekező, majd az Országzászló téren az ünnepélyes megnyitó. Délután a programok a Sóstói Múzeum faluban folytatódnak rendőrkutyás, lovas és fegyveres bemutatókkal. Így néz ki egy hagyományos huszárőr nagyruha. Hasonló egyenruhákat láthatnak az érdeklődők augusztus 24-én, amikor a 16. nyíregyházi huszár találkozót rendezik meg a megyeszékhelyen. A rendezvénynek nagy hagyománya van a városban. 1991. augusztus 21-én tartották meg első alkalommal, akkor közel 500 huszár vett részt az eseményen. Bár a valódi huszárok száma egyre kevesebb, az érdeklődők körében évről évre egyre népszerűbb a rendezvény. Egyrészt a hagyományőrzés, hogy ugye Nyíregyháza mindig is nagyon híres katonaváros volt, híres huszárváros volt, híres laktanyái voltak. Ez lehet az egyik oka. A másik pedig az, hogy ugye 2004-től nincs katonaság Nyíregyházán. Ha a katonaság feltűnik valahol, egy katonazenekar, egy díszszakasz, egy csapatzászló, ugye a Sóston a technikák, meg a lovasok itt vannak. Szerintem ez azért megmozgatja a város lakosságának a lelkivilágát, és kíváncsiak rájuk kijönnek. A programsorozat 24-én szombaton a hagyományoknak megfelelően a József András Múzeumnál kezdődik. Innen vonulnak át a huszárok az Országzászló téri Magyar Huszár szoborhoz, ahol kezdetét veszi az ünnepélyes megnyitó. Ezután koszorúzás következik, majd a díszmenetet láthatják a belvárosban, amit rendszeresen vastapssal köszönnek meg a nyíregyháziak. 15 órától a Sóstói Múzeum faluban folytatódnak a programok. Úgy számoljuk, hogy olyan 50 lovast várunk ide, a Tiszától keletre eső területekről,
ahogy a visszajelzésekből tudom, Sajóbábonyból, Ózdról, a Beregből, a Beregi lovasok, Debrecen környékéről, Napkorról, Nyíltelekről, a Szabolcsi lovasok, tehát olyan 50 ember körül lesz, vagy 50 ló körül lesz, akiket számát növelni fogja a nyíregyházi lovasiskolák, akik elsőként, vagy első ízben szerepelnek ezen a találkozón, a Garai lovasiskola és a Kabalási lovasmajornak a fiatal lovasai jönnek, hát utánpótlás is kell ugye, egy ilyen hozzátalálkozóra. Tehát ennyien lesznek, és ők délután nem mennek haza, hanem délután még a Sóstrói Múzeum faluba bemutatkoznak, tehát lovaglást mutatnak be, lovaglási módokat mutatnak be, és lehetőséget adnak arra is, hogy akit érdekel, meg aki szeret, vagy ki akar próbálni a lovaglást, akkor felülhessen délután a lovakra is. Emellett huszár generációk találkozása, motoros rendőrök és rendőrkutyák bemutatója, közelharc és technikai bemutató, tűzoltási és mentési gyakorlatok, valamint vívásoktatás várja az érdeklődőket augusztus 24-én a Sóstói Múzeum faluban, amely erre a napra megnyitja kapuit. A rendezvény helyszíne gépkocsival a Sikló utca, gyalogosan pedig a múzeum előtt álló pálinkaház felől közelíthető meg. Megszerezte első hazai győzelmét a bajnokságban a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spislyák együttese 3-0-ra verte a Békés Csabát. A Spari 4 fordulót követően 50%-os teljesítménnyel a 8. helyen áll az MB2 tabelláján. A nyíregyháziak vasárnap Ajkán lépnek pályára. Első hazai győzelmére készült a Békés Csaba ellen a Spari, annak ellenére, hogy a vendégek 3 meccsen szerzett 6 ponttal a hátuk mögött érkeztek a Városi Stadionba. A vezetést az első félidő vége előtt szerezte meg a házigazda, Hornyák Marcell fejelt a csabai kapuba. Szünet után bő 10 perccel növelte előnyét a Nyíregyháza, Szinanovic Szinán lőtt a hálóba. A meccs vége előtt 2 perccel megszületett a harmadik találat is, Kártik Bálint állította be a 3-0-ás végeredményt. A csapat és a mutatott játék alapon megérdemeltük a 3 pontot. Azért bőven volt a helyzetünk, amellett, hogyha 3 gólt rúgtunk. 13 kaparalövés volt, 19 beadott labda volt a meccsen. Azt mondom, hogy ezek a mutatók, amik arra viszik és vezetnek, hogy a csapat, amelyik ezt tud produkálni, akkor nagy valószínűségben helyzetbe is tud kerülni, meg gólokat tud rúgni, ami be is bizonyított ezen a meccsen. Elemzés alapon lehet látni, hogy csiszol a játék, javul hétről hétre, több olyan szituáció van, amiről lehet beszélni, amin lehet építeni, úgyhogy azt mondom, a játék, a stílus, a mutatott és elérte a helyzetek alapon jó, de mondom, attól független még több gólt kell rúgni, meg több pontot kell szerezni. A Nyíregyháza Spartakusz 4 fordulót követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 8. helyen áll az NB2 tabelláján. A Spari vasárnap az 1 ponttal sereghajtó Ajka otthonában lép pályára. Láttuk ebben a NB2-ben nagyon kiegyenlített ellenfelek vannak, úgyhogy minden csapatnak vannak erős pontok, erős játékosok, erre kulcsjátékosok. Ezeket a játékosokat ki kell zárni, meg kell állítani, hogy a meccsnapon ne tudjanak nagy produkciót mutatni. Nekünk meg a saját játékkal kell annál többet törekedni, minél több kell nálunk legyen a labda, minél több helyzetet alakítsunk ki, és gólokat kell rúgnunk. Az NB2 5. fordulójának további párosítása a következő: Soroksár-Vác, Dorog-Budafok, Buda-Őrs-Balmazújváros, Grosics Akadémia-Siófok, Tiszakécske-Vasas, Békéscsaba-MTK-Budapest, Csákvár-Szombathely, Szolnok-Gyirmót és Győr-Kazincbarcika. Felkészülési tornát rendez a jövő héten a nyíregyházi Kosársuli. A Szent Imre gimnázium csarnokában 4 korosztályban összesen 16 csapat lép majd pályára a hétfőn kezdődő tornán. A nyíregyházi Kosársulinál már hagyomány, hogy augusztus végén egy több korosztály csapatait felvonultató tornán tesztelik le, hogy hol tartanak a felkészülésben. Így van ez idén is, a jövő héten 6 napon keresztül pattog majd a labda a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az együttesek 1 hónapos felkészülést követően játszanak majd 3-3 mérkőzést. 4 korosztályban versenyzünk, úgymint serdülő, kadett, junior és amatőr NB1. A hét első felében a hétfőket szerdán vannak a serdülők és a juniorok, és utána csütörtök péntek szombaton pedig a kadettek, illetve az amatőr NB1, ezzel biztosítva azt a lehetőséget, hogy a tehetségesebb gyerekek magasabb korosztályba is feljátszhatnak, de nincsenek teljesen kizsigerelve.
A tornáknak nyilván az a cél, a nevükben is benne van felkészülési torna, hogy az edzők és a gyerekek is megbizonyosodjanak arról, hogy a felkészülésben hol tartanak, mi az, ami javítani kell, mi az, ami jó, mi az, ami már működik. Tehát igazából ezt szeretnénk elérni egy olyan terheléssel, ami egy közel egy hónapos fizikai felkészítés után van. Tehát a cél nem az, hogy a bajnokság előtt bárki megsérüljön és esetleg valami komolyabb probléma alakuljon ki, hanem az, hogy valóban lássák azt a szakemberek, hogy hol tartanak és mit kell még finomítani, finomhangolni ahhoz, hogy a bajnokságban minél jobb eredményeket érjenek majd el. A szatmárnémetiek indulása nemzetközivé teszi a tornát, de a környékbeli együtteseken kívül a Dunántúlról és Budapestről is érkeznek csapatok. Szekszárdról jön Serdülő és Amatőr NBA csapat, Budapestről jön a Beac több csapattal, illetve a Török Flór is törekvésese, jön a Debrecen, jön a Szolnok juniorban, illetve Szatmárnémetiből jön Serdülő és junior csapat, akik itt a torna után mennek tovább Pécsre, az ottani felkészülési tornára, mint említettem, az országban több helyen zajlanak ilyen felkészülési tornák, úgyhogy a pécsi az egyik ezek közül. A nyíregyházi kosársuli juniorjai számára már szeptember 7-én megkezdődik a szezon, a kadettek két héttel később kezdenek. A felnőtt együttes szeptember végén a Kislenke Kosárlabda Akadémia otthonában lép pályára először a bajnokságban. Most pedig iradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Közel 2000 szakdolgozó sajátította el a júniusban bevezetett csőpostarendszer működését és használatát a József András oktatókórházban. A 207 millió forintból kiépített rendszer egy óráról 15 percre csökkenti azt az időt, mi alatt egy minta elér a kórház legtávolabbi pontjába. A rendszer Angliában több évtizede működik, Magyarországon azonban az elsők között Nyíregyházán lépett működésbe. A tervek szerint 2020-ig további 20 ezer bölcsödei férőhelyet alakít ki a kormány. 2010-hez képest 28 ezerrel nőtt a férőhelyek száma, jelenleg ez közel 50 ezeret jelent. A nyírbátori térségben 8 bölcsöde épül egy terület és településfejlesztési operatív pályázatnak köszönhetően. A kormány az iskolás gyermekek családjait is támogatja, ebben az évben közel 30 ezer tanszercsomagot osztanak ki a rászorulók között. Egy hét alatt közel 10 ezer gyorshajtót fogtak a rendőrök az ország útjain. Az európai szintű TISZPOL ellenőrzés kimondottan az ő kiszűrésükre irányult. Szükség is van ezekre az akciókra, a statisztikák szerint ugyanis a közutak legfőbb gyilkosa a megengedett sebesség túllépése. A rendőrség kampányokkal is küzd azért, hogy minél többen közlekedjenek szabályosan. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 22-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtök éjszaka gomoly felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Az észak-keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 fok körül alakul. Pénteken a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű, az észak-keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A következő napokban is egy anticiklon peremén helyezkedik majd el a Kárpát-medence. Légköri frontok nem vonulnak át hazánk felett, de időnként labilis lesz felettünk a levegő. Sok napsütésre van kilátás, emellett fátyol és gomoly felhőkre is számíthatunk. Helyenként zápor eső, zivatar is előfordul. Zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet a szél. A maximum hőmérséklet meghaladja a sok évi átlagot, többnyire 28 és 34 fok között alakul.